1991 óta minden évben november 5-e táján összegyűlnek a kalocsai Liszt-Ferenc alapfokú művészeti iskola tanárai itt a Rákóczi utcai emléktáblánál, a Szendrei szülőháznál. Idősebb és ifjabb Szendrei Imre munkássága és életútja előtt tisztelegnek ezen a napon. Mindkét művész nagyon-nagyon-nagyon szép életpályát tud maga mögött, és mindenféleképpen nem utolsó sorban emlékeznénk a dr. Huszka Lászlóni Szendrei Valériára is, és dr. Huszka Lászlóra is, akik az alapítványt létrehozták iskolánk számára. Az alapítványnak a legfontosabb célja, mint tudjuk, az, hogy a tehetséges gyerekeket segítsük, a tehetséges gyerekeket pódiumhoz jutassuk és jutalmazzunk. Az intézmény pedagógusai mindent megtesznek a tehetséges gyermekekért, munkájukat elismerik, jutalmazzák, illetve fellépési lehetőséget is biztosítanak számukra, például a most hétvégén megrendezésre kerülő megyei találkozó alkalmával. Szendrei Imre emlékére szervezzük már idén 17. alkalommal a Bács-Kiskun megyei zongoristák találkozóját. Iskolánk, mint mondtam, nagyon sokat tesz ezért az ügyért, és azért, hogy a Szendrei név fönt maradjon, és tovább vigyük. A megemlékezés végén a résztvevők megkoszorúzták az egykori szülőház falán elhelyezett emléktáblát, és egy perces néma csenddel tisztelegtek a művészek emléke előtt.